Amerikában szó szerint milliónyi problémás tinédzser van, főleg lányok. Malia Jones csupán az egyikük volt. 17 évesen szülte első gyermekét, és még ugyanebben az évben, hogy eltartsa lányát, úgy döntött, striptease táncosnak megy egy éjszakai bárba. De egy orvosával való konzultáció után minden megváltozott. Nézzük meg ezt a történetet. Azt gondoltam, talán én vagyok az oka. Lehet, hogy velem van a baj. Azért teszi ezt. Malia Jones 5 éves volt, amikor szülei elváltak. 10 évesen édesanyja újra házasodott, ekkor kezdte el mostoha apja szexuálisan zaklatni. Nagyon magányos voltam, és nagyon depressziós. Ezt akkor még nem is tudtam, de nagyon szomorú voltam. És végül 12 évesen elmenekültem otthonról. Csak azt tudtam, hogy nem akarok hazamenni, gyűlöltem. Elkezdtem inni és drogokat használni, nem a megfelelő társasággal. Később nevelő otthonba kerültem a szökés és drogozás miatt. Itt 8 hónapig voltam, és amikor kikerültem, házról házra barangoltam. Különböző emberekkel laktam, nem volt hová menni. Nem. Korábban megszakadt kapcsolatom édesapámmal, de 15 évesen megtaláltam. Itt Nashville-ben élt, és hozzá költöztem. De a helyzet csak egyre romlott. Nem sokkal azelőtt, hogy elköltözött édesapjától, kapcsolatból kapcsolatba sodródott és teherbe esett. Ekkor abba hagyta az iskolát. 17 éves koromban született a lányom. Egyedül neveltem. Senki nem segített, sosem találkozott az igazi apjával. Egyszerre próbáltam meg anyja és apja is lenni. Ez nagyon nehéz volt, mivel abba hagytam az iskolát, úgy éreztem, a helyzetem lehetetlen, én pedig értéktelen vagyok. Nem volt állásom, nem volt pénzem. Azt hittem, ez így marad. Ekkor egy ismerős azt mondta neki, hogy sok pénzt kereshet este. Egy striptease bar volt, úgy döntöttem, megpróbálom. 17 éves lehettem, amikor elkezdtem. Egyik klubból, ahol $200 lehetett keresni, mentem a másikba, ahol 5-5, majd a városon kívülre, ahol $1000 kaptam egy éjszaka. Egyre mélyebbre süllyedtem a drogokba, és csak a pénz érdekelt. Szörnyű volt. Malia kétszer volt börtönben, először egy drograzia után, másodszor miután verekedés tört ki a bárban. Azután padlót fogtam. Legbelül tudtam, hogy valami más tartogat számomra az élet. Striptease táncos voltam, és egyedülálló anyuka, és elegem volt belőle. Állandó jelleggel ittam, majd ráálltam a gyógyszerekre. Ezeket meg lehetett szerezni ismertségen keresztül. Úgy döntöttem, elmegyek orvoshoz, és fájdalmat szimulálok. Egyik nap új orvoshoz mentem, és ő nagyon más volt. Amikor visszamentem hozzá, hogy még mindig fájdalmaim vannak, és közben a háttérben más állt, olyan volt, mintha átlátott volna rajtam. Azt mondta, van egy rakás drog, amit felírhatna, de nem garantálja, hogy segít, de garantálni tudja, hogy Jézus Krisztus tud segíteni rajtam. Ezt azelőtt sosem hallottam, senki nem mondta. Csak ott ültem és gondolkodtam. Megkérdezte, imádkozhat-e velem, és én igent mondtam, és csak sírtam, és sírtam. Pár hónappal azután elment Isten tiszteletre édesanyjával, aki időközben megtért. Nemrégiben vált el Malia mostohapjától, és költözött Nashville-be. Ott a pásztor azt mondta, hogy van valaki, aki még sosem fogadta el Jézus Krisztust urának és megváltójának, imádkozzon vele most. Elmondtam az imát, és Isten békessége csak úgy rám szállt. Emlékszem az érzésre, a felszabadulásra. Mintha a terheket leemelték volna a vállamról. Valami történt velem aznap. Szétnéztem az otthonomban, és úgy döntöttem, megszabadulok minden magas sarkútól és táncos ruhától. Bármit, amit úgy gondoltam, Isten nem szívesen lát a házamban, kidobtam. Ezt eldöntöttem aznap, és azt mondtam, sosem térek vissza. Egyszerűen letérdeltem a nappali közepén, és azt mondtam, Uram, jöjj az életembe. 2 héttel azután, hogy imádkoztam, és befogadtam Jézust az életembe,
Megismerkedtem Briannel. Amint megláttam, tudtam, hogy Isten küldte őt. Ő az első ember, akit láttam, aki egyszerűen odáig volt Jézusért. Tudtam, hogy ő való nekem. Úgy gondolom, nekem van a legjobb férjem a világon. Van egy lányom és egy fiam. Két gyönyörű, egészséges gyermek. Tanítunk vasárnapi iskolában, és Isten használ bennünket. Ez számomra fantasztikus, hogy egyáltalán akar olyas valakit használni, mint én, aki annyi borzalmas dolgot tett. Ő a gyógyító, a helyreállítás Istene. És ha értem megtette, tudom, hogy megteszi bárkiért, aki még odakint van, és egy cipőben járt velem. Ha átadod neki az életed, jön az áldás, és megadja nekünk a szívünk kéréseit. Ő a helyreállítás Istene. Mennyi kár érte az életét? Mit tett magával a drog? Mit tettek önnel? Annyi nő van, akit molesztált egy mostoha apa, vagy testvér, nagybácsi, vagy apa. Ez egyszerűen borzasztó. Fiatal fiúkat molesztáltak edzők. Mindenféle megtörténik, és az élete félresiklott, és azt kérdezi, van-e kiút? Van, aki belemegy a drogba, mint Malia, sőt, striptíz táncosnak áll a pénzért, hogy életben maradjon, és valóban nagy pénz van benne, 500 vagy 1000 dollár egy éjszaka alatt jó megélhetést biztosít, de közben elkárhozik. Helyreállításra van szüksége. Isten azt mondja, jöjjetek hozzám. Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és én nyugalmat adok nektek. Békét fognak találni a szellemükben. Néhányan nagy gondban vannak most. Tudják, hogy rossz, amit tesznek. Néhányan, akik most néznek, függővé váltak a pornográfiától. Szégyellik magukat, noha senki nem tud róla, de annyira mélyen bennük van, és szeretnének megszabadulni. Nagyon sokféle dolog lehet az ember életében, de most maradjanak velem. Azt szeretném, hogy imádkozzanak velem. Hajtsák le a fejüket, mondják utánam e szavakat, higgyenek Istenben. Úr Jézus Krisztus, én bűnös ember vagyok. Nem érted éltem, és te tudod azokat a dolgokat, amelyekkel másoknak és magamnak okoztam kárt. Tudod, hogy mit tettek velem mások. De Uram, tudom, hogy kezedbe tudod venni azt, ami eltörött, és valami gyönyörűt tudsz készíteni belőle, úgyhogy én neked adom az egész életemet minden hibájával együtt, és arra kérlek, hogy jöjj, és gyógyíts meg, és állíts helyre, és tégy azzá a gyermekké, akit te szeretnél. Elfogadom a te áldásodat most, Uram, és befogadlak téged az életembe. Ettől a pillanattól a tiéd vagyok. Köszönöm, Jézus, köszönöm, Uram, hogy meghallgattad az imám, és köszönöm, hogy beköltöztél a szívembe. Most hadd imádkozzak azokért, akik elmondták ezt az imát. Atyám, szálljon a te erőd rájuk, és szabadítsd meg őket attól, aki bánthatja őket. Sátán, nincs többé hatalmad az ő életükön, a Jézus nevében. Amen.